Már áll a SIO projekt keretében felállított épület Szekszárdpalánkon a csatorna partján, logisztikai központként szolgál majd. Itt lehet például kenukat bérelni, amikkel Ozorától egészen idáig elveszhetnek az aktív pihenésre vágyók, valamint a túrákhoz biztosított kiszolgáló személyzet is itt tárolja majd az eszközeit. Amikor jönnek vizitúrázni, akkor mi azokat a felszereléseket fel tudjuk vinni a kívánt pontra, illetve itt le is tudják adni, vagy vissza is tudjuk vinni. Amire még alkalmas lesz, a turisztikai központban előírás volt egy büfé, lesz egy büfé, ez egy modern, szép épület lesz, alkalmas lesz arra, hogy az itt elkerékpározók is felüljék, igénybe vegyék egyébként maga a központ szolgáltatásait, ezen felül, hogy mi magunk is nyújtunk a túrához szolgáltatást. De edzőterem és kerékpáros tároló is helyet kap itt. A teljes beruházáshoz 70 millió forinttal járult hozzá a szekszárdi önkormányzat. Ebből a pénzből közművesítették a területet, valamint kialakítják majd az ide tervezett, a töltésen haladó kerékpárutat is, de parkolót és szervízutat is épített a város. Ez igazából egy turisztikai új szolgáltatásként jelenik meg Szekszáron, ami jelenleg még nincsen. A SIO projekt keretében megvalósuló fejlesztéseket a Tolna megyei önkormányzat irányítja. A programnak köszönhetően közel 1 milliárd forint értékben valósulnak meg turisztikai beruházások a csatorna Tolna megyei szakaszán. Ebből a pénzből 10 kis településen alakítanak ki kenukikötőket és kerékpáros úthálózatot. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, ez komoly gazdasági hozadékkal bírhat az érintett falvak számára. Arról szól, hogy Tolna megyét ebbe vérkeringésbe egyre élénkebben bele tudjuk kapcsolni. Ez a SIO csatorna mentén történik, evezésturizmus, sátoroztatás, vadregény, erről szól a történet, és ehhez próbáljuk megteremteni a feltételeket. Összes értékben ez az egész fejlesztés, ez 1 milliárd forint körüli érték. A SIO projekt kivitelezése tehát már javában zajlik. Az első szekszárdi szakasz várhatóan őszre készül el teljesen.